És ahogy említettem, Dávid Ferenc a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Ön üdvözölte a MOK felhívását, arra bátorította a MOK az orvosokat, hogy lépjenek be a szakszervezetbe. Miért gondolta, hogy ez fontos lenne? Természetesen nagyon fontosnak tartom azt, még mielőtt szerkesztő kérdésére válaszolnék, az, hogy a magyar gyakorlattal ellentétben egy köztestületi kamara buzdítja az érdekkörébe tartozókat, hogy munkavállaló érdekképviseletet hozzon létre. Ez általában azt szoktuk látni, hogy inkább a kamarák el akarják foglalni a szakszervezeteknek a területét. Itt egy teljesen újszerű kezdeményezés, hogy maga az orvoskamara karolja föl. Hogy miért tartom ezt rendkívül fontosnak? Azt gondolom, hogy egy ilyen nagy presztízsű, egy ilyen nagy hagyományokra visszatekintő szakmában, látva egyben az elmúlt évtizedek vergődését az egészségügyben, létrejöhet, most van rá remény, nagy támogatással, a kamarai szervezet támogatása, hogy ott kötelező tagság van, 40 ezer orvosról van szó, hogyha ez a szakma egy ütőképes, hiteles szakszervezetbe szerveződik, akkor nekünk betegeknek is jobb lehet, mert nyilván ide fogunk kiukadni. Ugye a hálapénz, a felvezetőben is hallottam, egy központi kérdés. A hálapénznek, ennek a megszűnésének előfeltétele, hogy Magyarországon tisztességes béreket harcoljanak ki az orvosok. A kamara, mint köztestület, mint az állam megnyújtott keze, amelyik elsősorban etikai és szakmai kérdésekkel foglalkozik, nem jogosult bértárgyalásokon részt venni. Ezért, hogyha létrejön egy ütőképes szakszervezet és munkáltatójával az állammal tárgyalni tud, akkor azt gondolom, hogyha a szándék az, nem tudom, olvasta a szerkesztő, hogy 10 000-nyi orvost akarnak beszervezni, a 10 000 orvos képviseletében az a tárgyaló delegáció nagyon komoly sikereket érhet el az orvosok bérezése tekintetében, és hogyha a bérezés tekintetében egy méltányos, tisztességes bér jöhet létre egy-két emelül, akkor a hálapénz intézménye talán könnyebben kivezethető. Na most, hogyha említette a hálapénzt, hogy ez 70 éves intézmény, ez a hálapénz, amit az első években borravalónak hívtak, annak idén a Magyar Dolgozók Pártjának központi bizottsági ülésén Gerő Ernő elvtárs javasolta, és onnantól kiirthatatlan. Miből gondolja azt, hogy 70 év alatt, ugye hányszor futottak már ennek neki, hogy most éppen a legutolsó utáni nekifutásra akár sikerülhet? Soha nem futottak komolyan neki. Az életem folyamán emlékszem, hogy mennyiszer, még a 90 előtti rezsimekben is megpróbáltak nekifutni, lehetetlen volt, de úgy gondolom, hogyha az orvosoknak az a lehetősége, hogy rendkívül sokan elmennek külföldre dolgozni, és megbarátkoznak azzal a egyébként szerintem normális körülménnyel, hogy ez Nyugat-Európában nem divat, hazajönnek és szembesülnek ezekkel a viszonyokkal, én szerintem egyre több fiatal és középkorú orvos ettől az egész intézmény már eltolja magát. Rendben van, de ez kell ahhoz a fizetés, és a túloldalon mindig azt mondják, hogy az ország teljesítő képességét is figyelembe kell venni. Ez rendben van, de azért az orvos szakmánál, miután ez itt nem százezrekről és milliók munkavállalói tömegről beszélünk, hanem körülbelül 40 000 orvosról beszélünk. Tehát itt nem egy akkora tömegről, majd ne lehetne kikalkolni. A másik, a társadalomnak érdeke, hogy a legjobban fizetett alkalmazottai legyenek ezek az emberek. A harmadik, ami lehet, hogy nem lesz szimpatikus szerkesztő számára, én egyszer gondoltam arra, hogy legyen egy hatékony, nevezzük bérharcnak, tehát egy valós, reprezentatív orvos szakszervezet, nagyon ügyesen egyébként, nekem nagyon tetszik, hogy a 300 forintot tették be havi tagdíjnak, ami nekem egy picit a vizitdíjjal is összecseng, de egy nagyon szolid tagdíj, és a másik, ami nagyon fontos, hogy ennek meg kell ágyaznia a jogi részét is. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt fizetés, másrészt nyilvánvalóan a kamara etikai és egyéb szabályzataiba ezt nagyon markánsan le kell fektetni, hogy mi jár azért, ha valaki hálapénzt fogad el. És a harmadik rész... büntethetővé tenni az adást és a kapást is? Igen. Ez kriminalizálná. Ez nagyon csúnya. Hát de bocsánat, a büntethetőség az a kriminalizáció ebben a kontextusban. Másképp nem nagyon tudom fogalmazni. Én azt gondolnám, hogy most, ha kriminalizálom, akkor én visszakérdezek. Miért ön, hogyha egy közlekedési kihágásnál az önt igazoltató rendőrnek pénzt ad, vagy ő elfogadja, akkor ez is kriminalizálva van? Igen. Igen, ahogy nem fogadhatja el öntől a rendőr a pénzt, amikor megbünteti, ahogy ön nem próbálhat kibújni egy szabásértés, vagy esetleg egy bűncselekmény alól, miért ne lehetne egyébként olyan szakmában, ami az is mutatja a rangját, hogy kamarába szerveződnek, az is mutatja, hogy ennek a szakmának rendkívül ágas-bogas etikai, szakmai követelmény. Igen, ez is egy követelmény, és szerintem az a gazdasági lába a dolognak, hogyha itt magas fizetéseket adnak, ugye itt 1,5 milliós bruttó fizetésekről beszélünk, akkor az az ember nem fogadhat el ilyenfajta
juttatás. Most, hogyha megnézi az orvosok átlagkeresetét, akkor tud egy olyan százalékot mondani, hogy mennyivel kellene emelkedni a fizetéseknek egyik pillanatról a másikra, hogy a hálapénzt ki lehessen vezetni? Nagyon nehéz százalékot mondani. Én nem is tudom. Hogy összeget mondjon? Ez a bizonyos másfél millióra mondja? Ez az új érték. Ez körülbelül a kamara honlapján egy táblában meg is van, hogy körülbelül milyen gyakorlattal, gyakorlatilag felépítettek egy bértáblát. Itt egyébként már egy átlagos másfél millió forintos fizetés van, a nyugdíj előtt olyan 2 millió forint, bruttóról beszélek mindig. De nyilvánvaló, hogy ilyenkor akkor aztán meg kell szüntetni azokat a lehetőségeket is, az én felfogásom szerint, hogy egy orvos, egy munkahely. Tehát az a történet nem működik, hogy valahol főállásból és meg 3 magánrendelőbe szaladgálok. Tehát ki kell tisztítani a szakmát. Azt is gondolom, hogy ezek a fizetési nem csak az állam, a közfinanszírozott orvosokra vonatkoznának, hanem a magárendelőkben munkaviszonyban dolgozó orvosokra. Ez egy nagyon hosszú folyamat, ez nem egy év alatt gondolom. Na, ezt akartam megkérdezni, hogy egy időintervallumot mondjon nekem. Én azt gondolom, hogy 2-3 év biztos kell hozzá. 2-3 év alatt viszont rendbe lehet tenni ön szerint? Szándék kérdését. Szándék kérdés. Nagyobb dolgokat is el lehet dönteni, és meg lehet csinálni. Ugye szakszervezeti tagokról beszélünk, vagy vélelmezett, vagy jövendőbeli szakszervezeti tagokról. A jelenlegi például sztrájktörvény és sok minden más a jogi szabályozás mellett. Mit gondol, mi az, amit most egy orvos majd szakszervezeti tagként el tud érni, amit esetleg ma nem? Hát 2 dolgot biztosan el tud érni. Az egyik, hogy ha a szakszervezet megjelenik egységes fellépéssel, hogy például az önként vállalt túlóra kérdésekben, ugye most ugye az orvosoknak aláíratnak önként vállalt túlórát is, ha a szakszervezet azt, hogy mondjam, olyan fellépés van, hogy a szakszervezet ezt például fölmondja, akkor azt a magyar egészségügy megérzi. A másik, az orvosoknak lehetőségük van arra, és ezt adom a legfontosabbnak, hogy nagyon komoly, nagy társadalmi támogatottsággal, ez a szakszervezet, mehetnek tárgyalni. Ugye mindig mit kérdezünk meg, ha valaki elmegy bérten, ki van mögötted? Mondhatja, hogy mögötte van a magyar orvostársadalom 20-25%-a. Ezt a munkáltatója hogy nem söpörheti le az asztalról. Ez egy nagyon fontos szakma, egy stratégiai jelentőségű szakma. A sztrájktörvénynél világos, hogy a sztrájktörvény rendkívül szigorú. Sőt, az orvosoknál még van, csak pluszban mondom, ezt a kedves nézők nem tudják, még az ágazati törvények is tovább szigorítják a sztrájktörvényt. Úgy, mint elégséges szolgáltatás. Igen. Szinte lehetetlen sztrájkolni. Én nem is ebben reménykedek, hogy sztrájkolnak. De például, ha egy szakszervezet, egy orvos szakszervezet sose látott ilyet szerkesztőt, mikor az egészségügy demonstrációk voltak, nem vettek részt rajta az orvosok. Ha az elsősorban az orvosok fognak menekülni, arra menetelni, arra mindenki fel fogja kapni a fejét. Most lehet, hogy volt egy freudi elszólása. Igen. Ugyanakkor menekülnek, külföldre mentek és dolgozni. Elnézést, tegyük helyre, nehogy. Rendben van, én pedig hadd említsem meg, hogy abban a székben, amiben önül számtalan szakszervezeti vezető, pedagógus szakszervezettől a nagyon-nagyon sok oktatási intézményeken keresztül, vagy más szakszervezetekig, vasutas szakszervezetekig itt volt, elmondták az óhajaikat, aztán mindig arról panaszkodtak, hogy például a kormányzati oldal, amelyik egyébként a lapokat osztja jelenleg Magyarországon, mert hát ő irányítja ugye az államhatalmat, hogy nem veszik figyelembe a véleményüket. Hát most nagyon földobta a labdát nekem felkezdő, hogy minden a pedagógusokat mondta meg a vasutasokat. Na, ez mondhatnék nagyon sok más. Ez a két legrosszabb példát mondta, hál' Istennek. Na, nem önhoz dobott föl rossz példát, hanem a helyzet. Hát addig mit akarnak a pedagógusok, ami külön vannak a bölcsödések, külön van a demokratikus, külön van a nem demokratikus, külön van a felsőfokú. Ha majd fölébrednek, hogy a 150-180 ezres szakma, körülbelül ennyi a pedagógus szakma, egy ütőképes, nem a politikához, hol dörgölődző, hol nem, hol ha te sztrájkolsz, akkor én nem sztrájkolok, így nem működik. A vasút ugyanez a példa. A MÁV csoportnál, nem tudom most a pontos számot már, ha tévedtem, akkor elnézést, több, mint 20 szakszervezet van. A mozdonyvezetőknek biztos, a vasutasoknak van még, a pályafenntartóknak, a krampácsolóknak, a festőknek, mázolóknak, mérnököknek, na így nem működik. Ezt imádja az állam. Hát végre szétaprózódott a szakszervezet. Egyiket kijátszom a másik ellen, nagyon jól tartja őket, kapnak támogatásokat, kapnak szabad státuszokat. Ez a szakszervezeti mozgalom az, amire semmire nem megy. Tehát igazából mind az orvosoknál azért fontos, mert egy homogén, erős, jól szervezet lehet. Vannak ilyenek vállalati szinten, láttuk tavaly. De amit most mond, az gyakorlatilag egy szakszervezeti kritika is, hiszen eddig is volt MOK.
Ez nagyon szigorú szakszereti kritika. Most, ha visszakapcsolunk a MOK-ra, a MOK-nak az előző 15 éves vezetése nem támogatta, és nem tűzte a zászlajára a szakszervezet létrehozásának szükségességét. Én azért örülök Kincses elnök úrnak, illetve az elnökségnek a kezdeményezésre, hogy nem akarja monopolizálni a szakmát. Ami a kamarái, mint köztestületnek, itt elsősorban szakmai, etikai kérdések, azt a kamara intézi, a munkavállalói érdekképviselet, a markáns munkavállalói érdekképviseletet a szakszervezet fogja. Még egyszer nagyon hangsúlyosnak mondom, ennek a szakszervezetnek hitelesnek kell lenni, ennek a szakszervezetnek nem a politikához kell dörgölöznie, és nem a megosztásra kell dörgölöznie. Akkor fogok először szomorú arcot vágni, amikor megtudom, hogy az új orvos szakszervezetből majd kiválnak az érsebészek, az altatóorvosok, és elkezdik külön kijárni. Na akkor összedőlt az egész. A magyar szakszervezeti mozgalomra ez jellemző, ez a szétaprózottság, ez a mindenki mindenki ellen, csak a dolgozókért nem. Na megnézzük a mai napot, és 2023. február 10-én, tehát amikor a 3 éves időintervallum lejár, viszont várom itt a stúdióban, hogy mi valósult meg mindenből. Dávid Ferencnek nagyon szépen köszönöm, és hogyha jól tudom, akkor Bombera Krisztina telefonvonalán már ott van Haraggozó Tamás, az MSZP frakció vezető helyettese, vele folytatjuk.